Zalaegerszegen rendezték meg az eszéki Európa bajnokság utolsó válogató versenyét, amelyen a magyar sportlövészete egyik kiemelkedő alakja sajnos már nem vehetett részt. Fontos és szomorú nap ez nekünk. A utóbbival kezdeném, ma temetjük Kisvárda Istvánt, komáromi kiváló sportvezetőt és edzőt, aki számos nemzetközi eredményt elért fiatalnak a nevelő edzője. Az Európa-bajnoki részvételért talán női pisztolyosoknál zajlott a legnagyobb verseny. Női sportpisztolyban, Major Veronika távollétében, a légpisztolyban idén Európa-bajnoki döntős Jákó Miriam volt a legjobb, 576 körrel. Úgy mondanám az egészet, hogy kicsit családias volt, nyilván nem voltunk sokan, így az ország másik felére kellett átmenni versenyezni, de ettől függetlenül szerintem nagyon remek verseny volt ez a mai. Nagyon jó idő volt ma, kicsit szeles volt, ami hát nekünk annyira minket is befolyásol, nyilván a puskásokat jobban. Hát minket max elfújja a szél, a puskásoknak a lőszerét is elfújja. Úgyhogy ez jelentett egy picit nehézséget, de én őszintén nagyon szeretek itt lőni. Nem azt mondom, hogy ma világcsúcsot lőttem, de ettől függetlenül azt kell mondjam, hogy egy nehezebb heten vagyok túl most az egyetemen is, meg most jöttem haza még Rióból, úgyhogy ilyen bevezetőnek nem volt rossz az a verseny. Major Veronika és sikeren át a mellett Jákó Miriam képviseli majd a pisztolyos hölgyeinket az EB-n, amelyet Miriam már nagyon vár. A légpisztollyal olimpiai kvótát szerző Fábián Sárának ez a válogató sorozat nem sikerült a legjobban. Nyilván rosszul esik az, hogy úgymond olimpia előtt egy Európa-bajnokságra nem úgy sikerült kijutnom, ahogy szerettem volna, hanem valószínűleg versenyen kívül fogok lőni. Nyilván nem ez az év fő versenye, szóval nem erre készülök, de azért jó lett volna, hogyha a sportpisztollyal is itt van, és tudok olyan szinten lőni, ami elég egy EB kijutáshoz.